Történelmi tükörcserepek. Folytatjuk sorozatunkat. A közjó helyreállításának kísérlete. Negyedik Kun László, második rész. Az 1270-es évek végére megérett a helyzet az anarchikus viszonyok helyreállítására. Ehhez az kellett, hogy az ország elitjének túlnyomó többsége inkább vesztesnek érezze magát. Különösen az egyházi vezetés látta elérkezettnek az időt arra, hogy a régi jogait és befolyását visszaszerezze. A korábbi évtizedekben az ország biztonságának érdekében elszabadított várépítő birtokos nemesség hatalmi terjeszkedésének kárvalottja éppen az egyház volt. A legtekintélyesebb püspökök kezdeményezésére 1277 májusára országos gyűlést hívtak össze, amely jelentőségét és a résztvevők számát tekintve minden korábbi felülmúlt. A Rákospatak melletti mező volt a helyszíne, ezért nevezi a történetírás az első rákosi országgyűlésnek. A király, a főpapok, a bárók, a nemesség megyei képviselői, sőt a kunok vezérei is idejöttek össze. Mindenekelőtt feladat volt a király nagykorúsítása, ami tekintettel arra, hogy még csak 15 éves volt, önmagában is rendhagyónak bizonyult. Mivel az Árpádházban korábban az uralmi képesség korhatára a 18. év volt. De a királyhatalom megerősítésének igénye mindent felülírt. Az országgyűlés László kezébe adta a kormányzást, de kötelezte is arra, hogy leszámoljon az országot anarchiába taszító tartományurakkal és kiskirályokkal. A király az őt támogató erők és a kunok segítségével haladéktalanul meg is kezdte a lázadó goncok felszámolását. Viszonylag gyors sikereket ért el a szepességben, Biharban, majd nyugat felé vette az irányt, mindenekelőtt Hainburgban 1277. novemberében megerősítette szövetségét fogadott apjával, Rudolffal. Aztán Kőszeg ellen vonult, de az ostrom akkor nem járt eredménnyel. Ahol erővel nem ment, ott a jó politikai érzéke segítette Lászlót. A még gyermekkorából ismert két rivalizáló csoportot, a gutkereteket és a kőszegieket nem volt nehéz kijátszani egymás ellen. Ez utóbbiak a régi recept szerint a cseh ottokárral szövetkeztek, akire viszont Rudolf, László és az ő kunyai segítségével megsemmisítő vereséget mért. A csatában maga ottokár is elesett. A kőszegiek kénytelenek voltak behódolni. Endre herceg, az ellenkirály, Velencébe vonult vissza. Megnövekedett tekintélyét László arra használta fel, hogy a szétosztott, szétdarabolt királyi birtokokat visszaszerezze. Megkezdődött a korábbi birtokadományok felülvizsgálata. Bevezették az úgynevezett hadbírsági illetéket is, azokkal szemben, akik az országos hadi gyülekezésből ki akarták vonni magukat. Persze mindezek a lépések törvényszerűen kiváltották a vesztesek haragját. A királyt formálisan feljelentették a pápádál, miszerint kunmódra és nem katolikus szokás szerint él. Róma erre kinevezte Fülöp fermói püspököt magyarországi legátussá. Hivatalosan persze azzal az indokkal, hogy segítsen a polgárháborús helyzet megoldásában. Ami azért is furcsa, mert 1279-re már egyértelműen konszolidálódott a királyi hatalom. Fülöp valójában a kunok és a hitehagyott kicsapongó László megrendszabályozására érkezett. Ezzel több évtizedes sebek tépődtek fel. A kunok nomád pogány karaktere az idők folyamán változott. A keresztény környezet hatott életmódjukra. A király, de már apja is, sokat köszönhetett a harcos vitéz kunok támogatásának. Most, hogy pápai segédlettel újra felszították a tüzet a kunok és közvetve a király ellen, nyilvánvaló volt a dolog aknamunka jellege. A középkori Európában egyébként a Szentszékkel csak nagyon kevesen mertek szembeszállni.
A pápa, ha érdekei úgy kívánták, minden további nélkül jogot formált egy-egy ország belügyeibe való beavatkozásra. Fülöp legátus ránk szabadítása tipikusan ilyen eset volt. László lehetetlen helyzetbe került. Azokra kellett ráhúznia az úgynevezett Kun törvényt, akik a szívéhez közel álltak és akik hatalma legfőbb támogatói voltak. A szabad nomád kunoknak fel kellett adniuk addigi életmódjukat, erőszakos asszimilálódásra kényszerültek. Az ilyen módszerek kevéssé voltak sikeresek a történelemben. László megpróbálta elszabotálni a törvény végrehajtását, mire Fülöp legátus kimondta a király személyére és az országra az úgynevezett egyházi interdiktumot. Ez gyakorlatilag a kiközösítést és a hatalomtól való megfosztást jelentette. Az indulatok elszabadultak. László foggyul ejtette és a kunok kezére adta a legátust, mire Abu Finta, az ellenzék egyik vezére, a királyt ejtette fogságba. Az abszurd helyzet rövidesen feloldódott, mivel László hajlandóságot mutatott a Kun törvény végrehajtására. Erre persze hű kunjai fellázadtak, és most már szinte mindent elkövettek, amivel korábban vádolták őket. Dúlva, fulva pusztítani kezdtek. A király maga kényszerült csatába ellenük, és 1282 nyarán a Hódtónál, a későbbi Hódmezővásárhely környékén legyőzte őket. A meghasonlás jelei azonban felerősödtek nála. Korábbi ellenségeivel, a kőszegiekkel szövetkezve, Kőszegi Ivánt nádorrá téve, már újra elszabadította az anarchiát az országban. Ő maga megmaradt kunjai társaságában dorvézolva, Kun szeretőket tartva, uralkodói ambícióit félretette, a lovak közé dobta a gyeplőt. Ezzel kiérdemelte a korábban ráragasztott korehely király címet. A pápa már keresztes hadjáratot készült indítani ellene. Súlyosbította a helyzetet, hogy 1285-ben ismét tatárok támadtak az országra. Lászlót rossz akarói rögtön megvádolták, hogy ő hívta be a tatárokat. Minden esetre a Dunától keletre eső területek újból áldozatul estek, aztán a királyhoz hű Baksa György kiűzte őket. Közben Kun László ellenében a főurak egy része megint Endre herceget próbálta trónra juttatni, akit végül Habsburg Albert vetett fogságba. A király tett még egy utolsó erőfeszítést hatalma megerősítésére. Híveit és a kunokat igyekezett maga köré gyűjteni a körösszegi táborban, ahol igazi drámai végkifejlet alakult ki. Valószínűleg a közeli várúr Borsa kopasz felbújtására éppen szeretett kunnyai Árbóc, Törtel és Kemence vitéz törtek a király sátrára, és álmában megölték. Negyedik László mai szóhasználattal kétségtelenül meglehetősen megosztó személyiség volt, de talán mégsem ilyen sorsot érdemelt.